Mindenkit sok szeretettel köszöntök! A mai alkalommal megírjuk az első térbeli SQL lekérdezésünket. Mivel ugye a Specialite adatbázis kezelőrendszerünk térbeli adatok kezelésére is képes, itt az ideje, hogy végre írjunk is néhány térbeli SQL lekérdezést. A térbeli lekérdezésekben nincs semmi különös, az alapok teljesen megegyeznek a szabványos SQL-lel, csak támogatva van a geometria adattípus is. A geometriai adatok elérésére számos térbeli függvény áll a rendelkezésünkre. Ebből az első, amit megnézünk, az az ára függvény lesz, amivel meg tudjuk határozni a poligonoknak a területét. Rendszerint könnyen felismerhetjük majd az SQL lekérdezésekben a térfüggvényeket, mivel az ST alulvonás előtag szerepel a nevük előtt. A Spatialite mindazonáltal képes azonosítani a sima ára a névre hallgató álneveket is. Nos, ennyi bevezető után írjuk meg akkor ezt a lekérdezést, és elemezzük ki, mielőtt azt futtatnánk. Itt látható az első lekérdezésünk. Ugye a régiók táblából fogunk adatot kiolvasni. Ugye a szerektek kiválasztjuk a régió kód oszlopot, a régiónak a nevét, és itt jön az új tananyag, ugye az ST aluvonás áldája, aminek ugye átadjuk a régió táblából a geometria névre hallgató oszlopot, és ez a függvény, vissza fog térni a geometria elemnek a területével. Ezt az oszlopot pedig el fogjuk nevezni áreának. Látható, hogy ez área, tehát terület. Futtassuk! A lekérdezés eredmény halmazában látható, hogy az área oszlop, itt, tehát az área oszlop értékei nagyon magasak, és ez azért van, mert az aktuális adatállomány métereket használ hosszúságegységnek, és ennek megfelelően a területet négyzetméterben adja meg a függvény. Természetesen egy megfelelően választott szorzó tényezővel könnyen kiszámíthatjuk a poligonok területét négyzetkilométerben is. Most ezt fogjuk megírni, ezt a lekérdezést. Itt látható a lekérdezésünk. Ugye annyi történik csak, hogy az STA-ra a függvény által visszaadott értéket elosszuk egy millióval, és utána ugye az oszlopot elnevezzük az s kújszó segítségével árára, csak itt már zárójelben megadjuk, hogy négyzetkilométerben kapjuk meg az eredményt. Valamint ugye az oszlopokat, ami ugye az első oszlop a régiókód, amit elnevezünk ugye kódnak, aztán a régiónak a neve, amit ugye elnevezünk némnek, és utána pedig jön a harmadik oszlop, mint terület, rendezni fogjuk, tehát ugye ez itt az egyes oszlop, ez itt a kettes oszlop, ez lesz itt a hármas oszlop. Az order by záradéknak a hármas számot adjuk át, tehát a terület alapján fogjuk rendezni az eredmény halmaz, mégpedig ugye csökkenő sorrendben. Futtassuk akkor ezt a lekérdezést. Itt van az eredményhalmaz, látható, hogy már kisebbek a területnek a száma, hiszen négyzetkilométerben van az eredmény, és csökkenő sorrendben kaptuk meg a halmast. Most mielőtt tovább mennénk, nézzünk bele ebbe a régió 2011 aluvonás első táblába. Jobb klik a táblán és Query Table. Jó, tehát itt kiválasztottuk a táblát, jobb klik és Query Table futtassuk, és mindezt azért tettük meg, mert láthatjuk, hogy az eredmény halmazban van két oszlop, van a sép ázea, meg a shape length. Ugye az egyik a poligonoknak a területe, a másik pedig a poligonoknak a kerülete. Na most ugye az st alulvonás ázea függvényel ezt számoljuk ki, de nem innen veszi ki a program, hanem, Ugye a geometria oszlopból olvassa ki a vertexeket, és abból határozza meg egy algoritmussal a területet. Ugye itt látható az egy, első sornak a geometriája, a Blob Explorer-rel mutatom most ezt meg nektek ugye maga a geometria itt látható, és ennek a geometriának ez a világosságás színű területe szerepel itt az sép áldrába, a kék színnel jelölt kontúrja pedig a sép lengt oszlopban. De ezt nem ebből számították ki, hanem valamilyen adatforrásból szerepelhet az oszlopokban maga az adat. Természetesen mi ebből a geometriából dolgozunk, amikor térfüggvényeknek adjuk át ugye, ezeket a poligonokat, és kapunk belőle eredményt. Na most irassuk ki egymás mellé a két értéket, mielőtt tovább mennénk. Tehát, ugye itt van a lekérdezésünk, ebből most letöröljük az átváltást, jó, kicsit rendezzük a lekérdezésünket. Ugye ez lesz az área, és akkor mellé fogom még írni, hogy shape área. Tehát mellé tesszük a shape área oszlopnak az értékét is, és futtatunk. Itt van az eredményhalmazunk, tehát ez az oszlop itt szerepel, ez az oszlop itt szerepel, és ha összehasonlítjuk, akkor az értékek közel vannak egymáshoz, de nem teljesen egyeznek meg. Ennek az eltérésnek az okát most itt ö, nem tudjuk kitalálni, de látható, hogy közeliek, de nem azonosak a számok. Jó, nézzük meg, hogy hogyan tudunk terület mellett ö, kerületet is számolni. A következő térfüggvényt fogjuk hozzá használni, ez pedig nem más mint a periméter. Ez is ST előtaggal fog működni. Átírjuk ugye az ST áreát euh, periméterre. Az oszlopnév az egyen periméter, a shape pad pedig Uh, sép alulvonás A, oszlopot pedig átnevezzük sép L, E végre, azt hiszem ez volt az oszlopnak a neve, és futtatunk. Hopp, nem igaz, nem ez volt az oszlopnak a neve, belekukkantunk, ezt lementem, belekukkantunk, uh, ja, itt látható, hogy Len volt a neve, tehát csak egy N betű maradt le, és futtatunk. Megjött az eredmény, halmaz. Jó, tehát a periméter függvényel megkaptuk a kerületet, és itt pedig ugye a táblában szereplő már ugye kiszámolt kerületérték érték szerepel. Itt is azt vehetjük észre, hogy a kerületek nagyon közel állnak egymáshoz, de nem teljesen egyeznek meg. Itt ugye méterben az utolsó három számja egy 559, itt pedig 576, tehát elég közel állnak egymáshoz. Itt az is kérdés, hogy milyen vetületi rendszerben használt képletekkel, pontos vagy közelítő képletekkel számolunk. Szokás egyébként kiszámolni előre az adathalmazra a területet, kerületet, mert bár ugye ezek számított értékek, de ha nagyon sokszor kell ezeket elvégezni, akkor teljesítménynek a rovására mehet. A lekérdezések ideje megnőhet, ezért így. Ö, egy ára, meg egy lenkt oszlopban ezeket eltárolhatjuk, időnként ezeket kell frissíteni, de nem gyakran, mert azért valljuk be a régiók, megyék, megyék, községek, területei ritkán változnak, de szoktak azért változni. Rembe van. Akkor írjunk még egy összetettebb lekérdezést zárásként, hiszen ez csak egy bemutató videó a térlekérdezésekkel kapcsolatosan. Most az SQL segítségével egy bonyolultabb számítást fogunk elvégezni, ugyanis ki fogjuk számítani az egyes régióknak a népsűrűségét fő per négyzet kilométer mértékegységben. Ez már igazi elemzésnek is tekinthető. Na, nézzük meg ezt a lekérdezést. Mit látunk? Ugye, ami eddig is szerepelt a lekérdezésünkben, azt most bekeretezem, ugye egyrészt átváltjuk az STA-ra a függvényel kiszámolt területet négyzetkilométerre. Tehát egyszer ez az adatunk, és egy oszlopba betöltjük az adatokat. Utána jön a következő új dolog a lekérdezésünkben, ez itt látható, a populáció 2011 oszlopot elosszuk a zárójelben lévő kifejezéssel, ami ugyancsak az STA-ra a függvények kiszámolt terület, átváltva a négyzetkilométerrel, és ezt elnevezzük sűrűségnek, ami ugye ember, tehát főpen négyzetkilométer mértékegységbe adja meg az adatokat. Ezeket mind a régió táblából vesszük ki, és az eredményt, azt a negyedik számú oszloppal fogjuk csökkenő sorrendben rendezni az eredmény halmazt. Tehát futtassuk, futtatunk, és megkaptuk a lekérdezésünket, ugye ez az új oszlopunk, ez itt jelenik meg, ugye ennek az oszlopnak a sorszáma a 4-es, ugye 1-es, 2-es, 3-as, 4 és itt a 4-essel rendeztük az eredmény halmaszt. A terület alapján is rendezhetjük, akkor itt átírjuk az order by záradékban a 4-et, 3 futtatunk, és akkor bizony a terület alapján rendezzük az eredményeket. De most írjuk vissza, futtatunk, és megkaptuk az első 2-3 régiót, aminek magas a népsűrűsége. Hát a számítások szerint ez ilyen 421 fő per négyzet kilométer a, a legsűrűbben lakott régió Olaszországban. Tehát a fenti példa alapján ki tudjuk jelenteni, hogy a hagyományos és térbeli SQL lekérdezések alapjait elsajátítottuk. Most már készen állunk a sokkal bonyolultabb lekérdezésekkel való szembenézésre is, de ehhez még szükségünk van egy jól felépített adatbázisa. Ugye emlékezzünk vissza, hogy egészen eddig virtuális sépfáj táblákkal dolgoztunk, amit csak imitálták egy valóságos adatbázisnak a működését. Ezért a következő lépés létrehozni és feltölteni egy jól megtervezett adatbázist, ami majd látni fogjuk, nem is olyan triviális feladat. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, és innen fogjuk folytatni legközelebb. Sziasztok!